Mars missziójának sikerét ünnepli az Egyesült Arab Emírségek, miután pályára állt Amal nevű műholdja a Vörös Bolygó körül. Ez az arab világ első bolygóközi küldetése, a Mars közelében négyen előzték meg. Az Egyesült Államok, Oroszország, az Európai űrügynökség és India. Az Egyesült Arab Emírségek űrszondája több mint fél éven át utazott, majd most, hogy elérte a Marsot, Megfigyeli és felvételeket készít róla. Az ország űrügynökségének vezetője, aki egyben a vezető technológiákért felelős miniszter is azt meséli, hogy majdnem 7 éve dolgoznak ezen a misszión. Ez egy hatalmas vállalkozás, rengeteg ember reménye, álma, energiája van benne, ezért zaklatja fel őket ennyire a szonda sikeres pályára állítása. Az Amál egy elliptikus pályán kering a Mars körül, ennek legközelebbi pontja ezer, legtávolabbi pontja pedig majdnem 50 ezer kilométerre van a bolygótól. A miniszter azt mondja, hogy amikor elkezdtek dolgozni ezen, nem mert volna megesküdni rá, hogy sikerülni fog. Elképesztő, hogy milyen nagyot tud változni a világ ilyen rövid idő alatt. Hányféle átalakuláson ment keresztül több generáció is. Ma már minden korosztályra hajlunk az űrkutatásért, mondja. Az Euronews riportere arról beszél, hogy az arab műhold a tervek szerint két évig tanulmányozza a Mars felszínét és légkörét, hogy a tudósok később modellezni tudják az ottani viszonyokat itt a Földön. Az Amal nevű űrsonda csak nyitánya az idei Mars szezonnak. A kínai és az amerikai űrügynökség egy lépéssel tovább megy majd. Mindkét misszió Mars járót bocsát le a bolygóra tavasszal.